Mióta hátat fordítottunk a balliberálisok rossz gazdaságpolitikájának, 800 ezerrel több embernek van munkája, és folyamatosan nőnek a bérek. A baloldal nem becsülte a munkát, és agyonadóztatta a béreket. Gyurcsány és a szocialisták kormányzása alatt több mint 1 millió embert tettek munkanélkülivé, folyamatosan az egekbe emelték a munkát terhelő adókat, ezzel megakadályozták a bérek növekedését is. A magas infláció miatt pedig a fizetések vásárlóértéke folyamatosan romlott. A közszférában is évekre befagyasztották a béreket, sőt a közszféra dolgozóitól egy havi keresetet is elvettek. A Fidesz-KDNP kormányzása óta nagyobb értéke van a munkának, jobban megéri dolgozni, hiszen folyamatosan csökkennek a munkát terhelő adók, és folyamatosan emelkednek a bérek. Több mint a duplájára emelkedett a minimálbér és a szakmunkás minimálbér, valamint 68%-kal nőtt a nettó átlagkereset.